Köszöntöm Önöket, ez a Szertár, a Kanizsa TV sportmagazinja. Tartsanak velünk! Bronzérmes lett a kanizsai softball csapat. A két győztes meccsig tartó helyosztó döntőmérkőzését hazai környezetben hozták a hangyák. A klub vezetőinek tervé szerint a következő szezonban már komfortosabb körülmények között fogadhatják ellenfeleiket a Bányás Sportcentrumban. A városi Astros gárdája már csak nem két évtizede állandó ellenfele a kanizsai softball csapatnak. A két klub párharcát ezúttal a több újonccal felálló dél-zalaiak nyerték. Az előtti hétvégén a Budapest Astros csapata ellen egy dupla mérkőzésen az első meccset az Astros csapata, második meccset pedig szerencsére mi nyertük meg. Emiatt kellett egy harmadik meccs, ugyebár két nyert meccsig játszódik a helyosztó. Ezt játszottuk le, ahol az elejétől kezdve nagyon nagy erőbedobással játszottak a kis tanítványaim, csapatom. Nagyon jó támadással tudtunk végigmenni a védekezésünkben is. Minimális hibák voltak, elfogadhatónak mondható hibák voltak, úgyhogy újra dobogón a kanizsai hangyalányok csapata. Egyénileg kiemelni nem tudnék. Attól függetlenül, hogy ez egy csapatjáték, nagyon sok újoncunk van, és mindenki más miatt volt maximálisan jó a pályán ezen a hétvégén. A fiatalok, akik közel egy éve, másfél éve játszanak, és körülbelül a 7.-8. meccsüket játszották, ők azért. Tehát még mindig az van, hogy rutinszerzése. Egy edzésen elkapott labda teljesen más, mint egy meccsen élesben, keményen odaütött labda, és annak a megjátszása. Illetve ütésben is ugyanez, ki hányszor áll ütéshez, ugye ez mindenkinél fontos. És mint említettem, sok az újoncunk, akik nagyon jól helytáltak, az idősebbek hozták az elvárt szintet, az öregek meg a szokásos szintet hozták. Nagyjából elégedett vagyok, persze gyakori az, hogy hibázok, mint ahogy mindenki, de érzem, hogy sokat fejlődtem, mióta elkezdtem ezt a játékot ebben az évben is, akárcsak az előzőekben. Úgy vélem, ez egy nagyon jó szezon volt, igen keményen dolgoztunk ezért a harmadik helyért, hát ugye tavasszal kezdődött, és elég sok meccset játszottunk. Ez az utóbbi három nagyon sok munka volt benne, és azért tényleg kellett a csapatmunka hozzá. Úgy vélem, megérdemeltük ezt a harmadik helyet. Bár a védekezésben akadtak még kisebb hiányosságok az ENC játékában, ezeket a következő szezonra már kiküszöbölhetik a kanizsaiak. A fiatal játékosok fejlődését Kun Ádám néppoprádi Eszter edzései mellett a nemzetközi meccseken való részvétel és a magyar válogatottnál eltöltött napok is segíthetik. Az Interligán 4-en voltunk ebből a csapatból, plusz még 5-en a pesti csapatból, az Astrosból. Csehországban voltunk egy hétvégén, és hát ezek is nagyon érdekes meccsek voltak, mert valahogy más szintűek voltak, mint az előzőek, sok újat tapasztaltunk, de ezek mind pozitív tapasztalatok voltak, nagyon jó hangulatúak voltak, és úgy általában érdemes volt elmenni rájuk. Az U16-os szobor válogató edzésen nagyon sokat fejlődtünk, és mivel nem csak én voltam egyedül, így a csapatból sok mindenkinek segített ez az edzés, ezek az edzések. Én sajnálatos módon nem kerültem be, de a csapatnak így sokat segítettünk, és hát nekünk is jót tett ez a jó kis edzés. És hát jó sok barátot szereztünk, nagyon sok élményünk volt így együtt, így mindenkivel, minden csapatból. Az a 4 oszlopunk sajnálatos módon eldőlt, ugye itt volt egy állandó háló kifeszítve, amit a backstopnál óvta a szurkolókat a kirepülő labdáktól. Ez egy nagyobb szél hatására eldőlt, elferdült, le kellett szerelnünk a hálót, és új oszlopokat hegesztettek föl.
A backstab mellett a pálya körüli padokat is felújították már a Bányás Sportcentrumban. A fejlesztések azonban ennyivel még nem értek véget. A padok felújításával kezdődtek a munkálatok, még a régi-régi pályáról elhozott lelátó darabjai, amik már kopottak, öregek voltak, elkorhattak rajta a fák, azoknak az alkatrészei lettek feljavítva, lefestve és kicserélve. Ezután hátul a palánkok lesznek kicserélve, vagyis már el is vitték cserére őket, ez festés alatt állnak, valamint az oszlopokra a hálók visszakerülnek, hogy biztonságos mérkőzéseket tudjunk játszani, mert reméljük egyre több nézőnk lesz majd, és hogy őket biztonságban tudjuk, miközben szurkolnak nekünk, ezért kellenek ezek a felszerelések. A következő szezonra nagyon szeretnénk, hogyha itt egy konténert elhelyezhetnénk, amelyik öltözőgyanánt és szertárgyanánt is üzemelhetne. Erre jelenleg minimális lehetőségeink vannak, messze is van az a helység, illetve nem biztonságosan zárható, amit most jelenleg erre a célra használunk. Valamint távlati terv az, hogy a pályának az infill területén, főleg a home plate környékét, azt salakkal befedni, bevonni, ami pedig a játéknak a biztonságos voltát tudná biztosítani. A softball csapat a tervek szerint már jobb körülmények között tavasszal kezdi újra a bajnoki szereplését. Remekeltek a kanizsai birkózók az elmúlt hetekben. Szatmári Zsolt tanítványai az utóbbi időben Esztergomban, Győrben, sőt még Szlovákiában is versenyeztek. Ezeken a megmérettetéseken több ezüst és bronzérem mellett két aranyat is szereztek a Kanizsa Birkózó Sportegyesület versenyzői. Már a következő versenyekre készülnek a kanizsai birkózók, pedig nagyon eseménydús heteken vannak túl. A legutóbbi 4 versenyből összesen 10 érmet hoztak haza Szatmári Zsolt tanítványai. A klub egyik legnagyobb tehetsége, Nemes Benyámin is nagy menetelése van túl, hiszen 3 héten belül 3 megmérettetésen vett részt. A hétvégén kicsit többet vártam, mind az Arnoldtól, aki megnyerte a versenyt, annyira nem ment jól ellene, jól kezdtem. A végén próbáltam a lehető legtöbb pontot összegyűjteni, hogy azért érmet hozzak, az sikerült. Örülök az ezüstéremnek, emléletően a következő versenyen le tudom győzni őt, és meg tudom nyerni a versenyt. A nehéz súlyok között ezüstérmet tudott szerezni. Korábban, körülbelül 2 héttel ezelőtt a kötött fogásúak között is bronzérmet tudott szerezni, illetve egy korcsoporttal fönt ebben a junior korcsoportban 5. helyig vitte, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a verseny 3 egymás követő hétvégén volt, elég megterhelő volt ez neki. Igaz, hogy az előzetes elvárások azok voltak, hogy hát a szabadfogásban már komolyabb csatában lehet az aranyéremért. Sajnos ezt az SMTK-s versenyző ezt a számításunkat keresztül húzta. Ő nem mellékesen, az a Bazsó Adolf nevezetű úriember ebben az évben a kötött fogások között a kadett világbajnokságon bronzérmet szerzett. Tehát a nehéz súlyban nem olyan nagy az átjárás a két fogás nem között, tehát egy kisebb fajta bravúr lett volna az, hogyha a Benny le tudja győzni ezt a fiút, de az utóbbi munkájának köszönhetően benne volt ez, sajnos ez nem jött össze. De pont a mai napon tette közé a Birkózó Szövetség, hogy kik lettek az arany, ezüst, illetve bronzi elvényesek, és a korábbi eredményeknek köszönhetően is, amit még a Benny tavasszal szerzett, arany jelvényes lett, úgyhogy ez egy kiemelkedő eredménynek számít. És ugyanúgy arany jelvényes lett a lányok között Fata Flóra is, aki ezúttal ugyanezen a versenyen a lányok mezőnyében ezüstére még jutott. Matyi Vivientől kapott ki, aki idén az ifjúsági Európa játékokon bronzérmet tudott szerezni. Azt gondolom, hogy nem kell szégyennünk ezt a vereséget. A kanizsai birkózók közül Pőce Bencének és Fata Flórának sikerült a dobogó legtetejére állnia, valamint 5 ezüst és 3 bronzérmet szereztek még a délzalai sportolók az elmúlt hetek versenyein. Itt elkeseredtünk a Pőce Bence sérülése miatt, aki ugyan megszerezte a jogot a Diák Olimpia országos döntőn való indulásra,
és esélyes is volt, hiszen ebben az évben már tudott nyerni is a szabadfogásúak között, illetve volt egy ezüstérme is, ami szintén ezt a hátfájást hátráltatott. Úgy tartottuk jónak, hogy próbáljuk egy kicsit még építeni, és nem indítjuk el ezen a versenyen, de a most soron következő hétvégén a szabadfogásúak diákolimpiáján versenybe szállhat, és hogyha tovább jut, akkor reméljük, hogy nem fogja a sérülés hátráltatni, és az országos diákolimpián is, szabadfogásban is szép eredményt fog úgymond elérni. Meg kell említenem, hogy az egyesületünk elnöke is harcba szállt, úgymond Georgiába, Tbilisibe pontosabban rendezték meg az elmúlt hétvégén, illetve az elmúlt héten a veterán világbajnokságot. István végül a legjobb 8 közé jutásért kapott ki, sajnos a visszavágón, vagy a visszamérkőzésen is, de nagyon imponáló birkózással az első mérkőzésén le tudta győzni a kazak ellenfelét. A Kanizsai Klub több tagja a kiváló sporteredmények mellett az iskolapadban is jeleskedik. Néha vannak nehézségek, de Zsoltival is szoktunk beszélni, hogyha úgy van, akkor a tanulás az első, de azért tudunk egyeztetni. Meg az igazgatónk, Laci bácsi elég rugalmas ilyen téren, és a lehető legtöbb segítséget megadja nekünk. Ugyan az első kérdésben említetted, de egy kicsit a célokról, mik most azok a legfőbb tervek, amik előtted vannak, amikre most készülsz? Hát leginkább majd a következő csapatbajnokságra, melyen a Serdülők, vagy a Csepel színeiben fogok majd indulni. Remélhetőleg sok pontot tudok majd szedni a csepelieknek, és megmutatni, hogy van keresnivalom. Pár éve elkezdtünk azzal foglalkozni, ahogy egyébként ez kell is a mai világban, hogy hát a sport nem a legfontosabb dolog a világon, de nagyon fontos, és életünk egy fontos része kell legyen, de kiemelten kell különböző művészeti ágakkal is foglalkozni véleményem szerint, ami az embernek a jellemét, az értékét, a tudását tudja fejleszteni, és hát nagy örömömre szolgál az, hogy 3 olyan versenyzőnk is van, aki ugye a Batthyány gimnáziumban járnak, a Fata Flóra, a Nemes Benjamin, illetve a Kalmár Benedek is, akik hát kiemelkedő eredményekkel rendelkeznek, a Benedek tanulmányi eredményekkel, a Benedek orvosi pályára készül, a Beni a testnevelési egyetemet fogja a jövőre megcélozni, a Flóra még egyel visszább van, tehát ő neki még van több gondolkodási ideje. Az eredményes szereplés mellett nemrégiben más élmény is érte a kanizsai birkózókat. A Győrben rendezett nemzetközi utánpótlás versenyen személyesen találkozhattak a Magyarország számára világbajnoki bronzérmet és olimpiai kvótát szerző Iszmail Musukajevvel. Újoncként rögtön 2 bronzéremmel kezdett Lukács Barbara testépítő. A személyedzőként dolgozó kanizsai sportoló 3 héten belül 3-szor áll színpadra. A 2 fővárosi megmérettetést már sikerrel vevő hölgy most arra készül, hogy a hétvégén Hódmezővásárhelyen is a dobogóra állhasson. Kétségkívül élete legkeményebb felkészülésén van túl Lukács Barbara, hiszen nagyon kevés újonc testépítő tudja bevállalni azt a testileg és lelkileg egyaránt megterhelő kihívást, hogy alig pár hét leforgása alatt 3-szor is színpadra áll. A fiatal sportoló tökéletes formájához elengedhetetlen volt a több éves személyi edzőként szerzett tapasztalat, a kardió és a súlyzós edzés, valamint a diéta szigorú betartása. Néha nehezen bírom, néha viszont elég motivált vagyok, igazából ez nagyon hullámzó. Így a verseny előtti hét a legnehezebb, akkor a legdurvább a diéta. Azt egy kicsit úgy nehezebben bírom, idegesebb vagyok, de igazából motivált vagyok, úgyhogy bírom. 4 éve kezdtem el edzeni, azért, mert ki akartam próbálni, kíváncsi voltam. Ugye a párom
edzett, és igazából tőle kértem először segítséget. Megszerettem, egyre jobban belemerültem, és úgy gondoltam, hogy szeretnék ezzel foglalkozni is. Már régóta eldöntöttem igazából, hogy szeretnék versenyezni, de nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy nem igazán jó még hozzá a formám, és most döntöttem úgy, hogy belevágok, bármi is legyen, és úgy tűnt, hogy így egyelőre még sikeres volt, bár szeretnék azért nagyobb sikereket is elérni. Beszéljünk egy kicsit erről a három versenyről, kettőn már túl vagy, ha jól tudom, és egy most lesz a hétvégén. Milyen élményekkel gazdagodtál, hogy sikerültek, és hát mik a távlati céljaid? Én rosszabbra számítottam, amikor még készültem az elsőre, jobb eredményt értem el, mint vártam, és ennek nagyon örültem. Élveztem magát a versenyt, kifejezetten jó élményekkel gazdagodtam, nagyon jó érzés volt a színpadon állni. A következő versenyt is úgy, igazából úgy vagyok vele, hogy nem biztos, hogy sikerül, nem biztos, hogy most érek el helyezést, bár eddig minden verseny előtt ezt gondoltam. Úgyhogy meglátjuk, élvezni biztos, hogy nagyon, nagyon fogom, aztán majd alakul. Célok, tervek? Jövőre szeretnék egy komolyabb formával versenyre állni, és mindenképpen jobb eredményeket szeretnék elérni. Igazából ennyi, ami nekem most így jelenleg fontos célom. A színpadi pózok elsajátításában, tökéletesítésében Belső Péter Gábor segítette Barbie felkészülését. Nem, abszolút nem egyszerű a színpadon, tehát ugyanolyan, mint bármilyen megjelenés, akár a színházban, akár a színészeknek, vagy egy zenésznek, ugyanúgy a színpadon kell állnod, meg kell mutatnod a lehető legjobb formád, amire egész addig készültél, az egész verseny felkészülésed erről szól. Barbie edzői szempontból igazából egy elég ideális alany, mert... Tehát ügyes van előképzettsége, tehát maga a pózok begyakorlása nem jelentett neki annyira nagy kihívást, mint ugye az átlagembernek. Tehát itt azért hozzá kell tenni egy jól pózoló versenyző, a jó versenyző, tudja megmutatni azt, amit felépített, amit mutathat a színpadon. Tehát ebből a szempontból vele közepes mennyiséget kellett gyakorolni, inkább a finomítások voltak azok, amiken a hangsúly volt. Az eddigi versenyeken is dobogóra állt, és úgy állt dobogóra, hogy ez az első szezonja. Tehát ő előtte még testépítő színpadon nem volt versenyt, talán a Daniét párjáit látta. Tehát tapasztalat nélkül kétszer dobogóra állt, én szerintem még bőven lehet itt előrelépni. Barbie naponta kétszer edz a versenyfelkészülés alatt, és ebben az időszakban az étrendje is nagyon kötött. A diéta után azonban a fitness modellekről alkotott tévhitek ellenére már nem a lemondások, sokkal inkább a tudatosság az, ami jellemzi a fiatal sportoló mindennapjait. Reggel felkelek, egyből készítem a WC-s aminós italomat, jövök kardiózni, ez vagy kint történik a szabadban, vagy itt bent a teremben. Utána reggeli, dolgozok, ugye személyjegyzéseket tartok, utána van egy kis pihenőm általában, vagy ilyenkor csinálom meg a kajámat, vagy este a következő napra készülve. Utána megint jövök vissza edzeni, akkor már súlyzós edzés, és utána megint dolgozok. Hazamegyek és pihenek. Itt a párodtól tudunk olyan belső információt, hogy nagyon jól főzöl, kicsit még erre térjünk ki. Hogy áll egy napot, hogyha csak a étkezésre koncentrálunk? Jelenleg így nem túl sok minden fér bele így a diétás időszakban. Ugye a versenydiéta azért egy kicsit szigorúbb, nagyobb megszorításokkal, tehát túl sok mindent azért nem ehetek. Viszont próbálom azért finomra elkészíteni. Általában ugye főként húst, különböző zöldségekkel eszek. Jelenleg most kevesebb a szénhidrát, viszont egyéb időszakban, amikor nem versenyre készülök, akkor azért próbálok egy kicsit egészségesebben, úgymond. Szóval, hogy többféle alapanyagot használok igazából a főzésekhez, akkor igazából kicsit változatosabb ennyi.
tehát többféle húst teszek, többféle zöldséggel és gabonákkal. Most pedig tulajdonképpen, hogy csak csirke és csak valami zöldség. Én pulyka húst teszek, meg halat. Zöldségekből általában a zöld zöldségeket jelenleg, viszont ugye amikor nem versenyre készülök, akkor azért ez így kitágul ez a zöldség fogalom, tehát hogy akkor azért sok minden belefér. Sőt, édességeket is szoktam ugye készíteni diétás verzióban, ami jelenleg nem fér bele, viszont egyébként meg igen. A két budapesti versenyen szerzett bronzérem után vasárnap a Hódmezővásárhelyi Krikó Kupa színpadát hódítaná meg Lukács Barbara. A kanizsai sportoló elszántságát megismerve könnyen lehet, hogy a családi vitrin egy újabb éremmel bővül a hétvégén. Veretlenül vezeti az OB1B B csoportját a Kanizsa vízilabda csapat. Stúdiónk mai vendége Balázs László, a Kanizsa vízilabda Kft. Ügyvezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Először talán így a Felkomban is megüthette a nézők fülét egy kifejezés, hogy nem a megszokott kávéesét hallatták. Talán kezdjük ezzel, mi okozta tulajdonképpen ezt a névváltoztatást. Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőket. Igazából mi már egy éve tervezzük azt, hogy a felnőtt csapatot kivisszük a sporti elsőletből, és teljesen külön választjuk a finanszírozását, itt főleg a finanszírozása miatt van ez a dolog, és ez a tavasz folyamán meg is történt, és így a Kanizsa vízilabda sporti elsőlet 100%-os tulajdonában megalakult a Kanizsa vízilabda Kft., és gyakorlatilag ez a ő teljesen külön választja az utánpótlást a felnőtt csapattól, egész más finanszírozással. Én ott voltam a csapat tulajdonképpen szezon záró és egyben szezon indító vacsoráján még a nyáron. Itt tulajdonképpen nem is célként, sokkal inkább elvárásként fogalmazódott meg, hogy fel kell jutni. Ehhez a célhoz mindenképpen hozzájárulhat az is, hogy több új játékos érkezett most a csapathoz. Igen, tehát ahogy ott is fogalmaztam, és most is megbírom ezt erősíteni, így négy forduló után, ami eddig lezajlott, hogy itt most egyetlen elvárás van a csapattól, itt a feljutás, itt nincs más opció. Úgy gondolom, hogy most már két éve a második helyen végeztünk két szezonban, mind a két szezonban osztályozott játszottunk, most már megérett arra a dolog, hogy ez a dolog létrejöjjön. És ennek érdekében meg is tettük azokat a lépéseket, amiket meg kellett. Nagyon komoly csapatot hoztunk, tudtunk most összehozni. Itt a OB1-et megjárt játékosok kerültek ide a csapatba. Itt név szerint, ha megemlíthetem, akkor a Honvédból a nagyon nagy erősítésünk a csapatkapitány, a Simon Adrián, aki nagyon sok OB1-es meccset megjárt már. Tőle nagyon sokat várunk, és úgy tűnik, hogy be is váltja a hozzáfűzött reményeket. Akkor a Hőna Dávid, akkor a Major Martin, akik a Vasasból jöttek, akkor a Szilvasán Patrikot tudom még megemlíteni, a Petrák Kevint az Íbülből, Rába Völgyi Zsombort, aki nagy örömünkre az UVS-éből átigazolt hozzánk, aki kanizsai származású, illetve a Bendes Viktort még megemlíteném a kapuban. Tehát itt most három olyan kapusunk van, a Leposa Gábor, a Bendes Viktor, meg a Pelle Balázs, akik úgy gondolom, hogy nagyon komoly szinten védenek. És gyakorlatilag a csapatnak a csapatból egy 3-4 játékos, aki távozott, viszont nagyon nagy erősítéseket jöttek ide hozzánk. Így az elmondásod alapján is hallhatjuk, tudhatjuk, hogy alaposan átalakult ugye a keret. Szokták mondani tulajdonképpen bármilyen csapatsportákban, hogyha átalakul a csapat összetétele, az első meccseken nehézségeket okozhat, de itt úgy látszik, hogy ez nem volt probléma, hiszen négy meccs után veretlenül vezeti a csapat az OB1B-t. Ebben mekkora szerepe van Ludányi Kadosának, a csapat vezetőedzőjének, hogy ilyen jól már a kezdetektől összehangolta az új játékosokat és a régieket? Én úgy gondolom, hogy nagy szerepe van, tehát ezeket a játékosokat úgymond ő hozta ide. Volt olyan játékos, akik megkeresték őt, hogy szeretnének ideigazolni, és ő annak ellenére, hogy most már két osztályod is elvesztettünk, a bizalmat megkapta, és így szeretném még azt megemlíteni, hogy Csányi Lászlót, mint másodedzőt az OB1B csapathoz szerződtettük, aki
ha valaki nem tudná, Szegeddel ő nyerte meg a tavaly a bajnokságot, nagy örömmel jött Kanizsára. Ez mellett ő természetesen ő az utánpótlásnál is ellátja az IFI meg a Sedőnél az edzői feladatokat, és mellette az OB1B a Kadósának a munkáját segíti. Tehát akkor tulajdonképpen ez azt a célt is szolgálja, hogy a kanizsai fiatalokat közelebb hozza a felnőtt csapathoz? Természetesen a nekünk egy küldetésünk most már ezután, hogy összehozzuk a felnőtt csapatot az utánpótlással, úgy néz ki, hogy elég jó irányba haladunk. És meg kell említenem még azt is, hogy egy nagy tehetség a Kovács Ábel, aki az idén már Pesten tanul, ő most jelen pillanatban az OB1B csapatnál edz, őt mindenképpen megpróbáljuk a jövőben majd a következő szezonban beépíteni a csapatba, aki már mondom edz is nálunk. Tehát mindenképpen hosszú távon az a cél, hogy minél több kanizsai jöjjön a kanizsai csapatba. Így most gondolok arra, hogy két olyan játékos is van, akit majd esetleg meg fogunk tudni keresni, a Bajmarci meg a Takás Kristóf, aki jelen pillanatban egyik a Kaposvárban, másik meg a Tatabányában van. Ugye tekintsük kicsit át a bajnokságot, két csoportban játsszák az OB1B-t, A és B csoportban. Kik lehetnek a fő riválisok a másik csoportból, hiszen ugye rájátszás szerűen bonyolítják le a bajnokságot, hogyha véget ér az alapszakasz. Így van, a bajnokság lebonyolítása nem változott az előző évekhez képest. Úgy gondolom, hogy mi a könnyebb csoportban vagyunk most. Itt úgy gondolom, hogy egyedüli nagy ellenfelünk az a BVSC lesz, akivel úgy mondom, hogy szoros meccset játszunk. Játszhatunk a másik csoportban azért a KSI az nagyon kimagaslik a mezőnyből, tehát ér a lejátszásba KSI Kanizsa nagy derbit várok, összecsapást. Ha most csak a tabellát nézzük, akkor ugye játszott már a csapat a Debrecennel, aki igaz egyel több meccset játszott, de második jelenleg a tabellán, viszont nagyon fölényesen 18-5-re nyert a Kanizsa. Ekkora a különbség? Hát igen, úgy gondolom, hogy kimagaslik a mezőnyből most a kanizsai együttes. Azért azt hozzá kell tennem, hogy nagyon kemény edzenek, ők profi játékosok. Napi két edzéssel készülünk, amiben van szárazföldi vízi edzés, nagyon komoly szakmai munka folyik, és ez meg is látszik a csapaton. Ez még a felkészülés során a Magyar Kupába is meglátszott, ahol indultunk, és Pécsen nagyon komoly meccset játszottunk mondjuk a Péccsel is, tehát már ott látszott, hogy ebből valami lesz ebből a gárdából. És úgy látszik, hogy ez az eredmény hozza is magát, a belefektetett munka mind pozitívan hat a csapatra, akkor tulajdonképpen összegezhetjük, az igazán komoly kihívás valószínűleg a KSI lesz majd a csapatnak. Ez így van, a KSI egy nagyon erős csapat, ismét fel akar jutni az OB1-be. Van nagyon négy nagyon erős játékosuk, akik engedélyt kaptak kettős igazolásra játszani, ők amúgy másik egyesületben is játszanak. Tehát nagyon komoly rivális, akivel már két éve szintén összecsaptunk annak idején, csak ugye akkor ők kerültek föl, most remélem, hogy ez megfordul, és még fogunk fölkerülni az OB1-be. Hát mi is reméljük, hogy sikerül visszavágni, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sok sikert a csapatnak, és neked is. Én is köszönöm szépen. Ennyi volt mára a Szertár. Tartsanak velünk legközelebb is, én a magam és munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, sportos, jó hétvégét kívánok, viszontlátásra!